És akkor belecsöppelsz egy olyan olyan világban, ahol csillogás, villogás, mindenki úgy beszél veled, mintha évek óta ismerne. Akármit csinálok, akár hogyan dolgozom, mindig azt hallom vissza, hogy milyen kellemesen csalódtak bennem. Igazán már 44 évesen még mindig ezt kell hallgatnom. Na, hát ez és az. Ez a szörnyű, hogy ezt a büdös életben nem fogom tudni levakarni magamról. Mit csinálsz hajnal 4-kor? Hát kérek szépen, csinálok szendvicset a páromnak, úgy engedem el. Éves vagy tényleg. Lefőzök egy kávét neki. Sziasztok, üdv mindenkinek! Mai vendégemet csak nem 20 éve ismeri az ország. Persze kérdés, hogy mennyire ismerjük őt valójában, mert egy meglehetősen rejtőzködő személyiség, hiába látjuk, halljuk őt sok helyen régóta. Olái Bolyáért jöttem, egy kicsit zenélünk az elején, aztán reméljük egy jót beszélgetünk. Mi dolgoztok itt azt az erre? Anélkül, hogy bármilyen titkot elárulnátok. Ó, bármilyen titkot nyíltat. Elkészült a lemezünk, a pandémia ide alatt megcsináltuk a Nem adom el című lemezt. És elégedett vagy? Én teljesen, igen. Nagyon jók lettek a dolog. Egyébként meg, hogyha nem lenne itt, akkor is azt mondanám. Várjál, segítek. Mehet egy? Melyik? Felismered. Igen? Jó. Felismered játék. Jó, felismered játék. Azt bedobtad? Képzeld, nekem is automata váltóm van. Igen? Igen, mert nekem is... Béna a bal kezem, amiről emberek nem tudnak róla. De hogy Béna? Hogy érted? Annyiszor a sport közben, annyiszor eltörtem már. Ja, a foci. Igen, és akkor... Veszélyes játék a foci. Nem nőknek való, én mondom neked. Ez annyi minden nem nőknek való még. Mégis milyen jók vagyunk. Egyébként igen. Autóvezetés. Sőt, még fegyver. Igen. Azt is. Ugye, hogy annyiszor eltörted a bal kezedet, hogy nem működik jól? Ez mit nem kell? Igazán. Hát figyelj. Nem olyan ügyes, mint nem olyan ügyes már, persze. Ilyen sportban az előfordul. Hát, mint terem sportoltál. Én nem gyereket neveltem. Nem úgy, hogy rugdostam, vagy ilyesmi, hanem, hogy leestem a lépcsőn. Hát igen. Na mindegy. Hogy vagy? Köszönöm szépen. Nagyon jól. De most tényleg, vagy ez a kamerának? Nem, én abszolút nem a kamerának játszom. Nagyon jól érzem magam, most ugye a helyén vagyok. Mi kell neked ahhoz, hogy a helyeden legyen? Munka? A munka, elsősorban a munka, és kiegyensúlyozott magánélet. És ez most mind a kettő összejön? Igen. Mert tudod, azt szokták mondani, amikor az egyik megborul, akkor a másik... Vannak ilyen hullámok, vannak, persze, igen. Mindenki igen. Életében van. Inkább, ami engem nagyon-nagyon helyre tud rakni, az a munka, az a zenélés, az én mentő angyalom.
De mindig is így volt ez azért, Igen. Tehát amikor ment, amikor... De közben meg az van, hogy meg, ez is ilyen, hogy megfelelő arányban kell, hogy például tartalmazzon sikert a te életed. Hát tehát a túl sok se jó. Hát ez nem. Attól függ, nagyon-nagyon fontos, hogy milyen dalok születnek, kikkel dolgozol együtt, mennyire vagy szeretve, és te mennyire szereted őket. Hát ez a szeretve levés, igen. Igen. Ennél az ala, életednek a nagy alap. Igen, igen. Alap hiátusa. De én úgy gondolom, hogy ez mindenkinek a persze, nagy... Persze, igen. Én mindig is úgy dolgoztam egész életemben, hogy olyan típusú emberekkel, akiknél én azt érzem, hogy elfogadnak olyannak, amilyen. És nem kell megjátszanom, és nem erőltetnek semmit, és nem próbálnak kifordítani abból, amilyen vagyok valójában. Na, de ezért volt az elején olyan, amikor nem így volt, és most nem belenyomni akarlak, mert tudom, hogy ugye nemrég volt a Partizánban, és ott azért belenyomtak mindenféle. Nem, tudom, hogy nem szeretné, és nem is akarom ezt erőltetni, mert arról nagyon sokat beszéltek utána is. De hogy engem azért az a belső út érdekel, ami például fönn van a YouTube-on a Kifutó című műsornak egy száma, ami te énekelsz, egy Toni Braxton-t énekelsz, nagy hajjal, fekete estély ruhában. Hát én nem értem. Abban az időben ezt az volt a divat. Sosem nézem meg magam. Én most megnéztem múlt tegnap este, és olyan amellett, hogy Hamvasi Bojka, és olyan nagyon megvolt egy csinál. De hogy szóval, az ki volt az a lány? Az mennyire volt annak a lánynak köze ahhoz, hát, akit a... köze nem volt hozzá. Na, aki tehát, akkor voltál. Az semmi köze. Az valaki más volt. Az együtt csak a hajam volt az eredeti. Egyébként megfordult a fejem, hogy eredeti a haj az akkorára volt megcsinálva, mondom, úristen. Akkora hajam volt, a fenekemig ért a haja, tehát nagyon nagy volt, emlékszem. Sokáig egyébként. Az nem én voltam, az egy ilyen egyfajta próbálkozás volt, de hát azért mondjuk ki, az ember ahogy öregszik, kezd, tehát sokkal többet tudsz tapasztalni az évek során, és akkor kétszer meggondolod már azt, hogy hogyan is és miként lépsz. Mindenki volt fiatal. Hát persze, nekem is vannak olyan felvételeim, meg képeim, Jézus, hogy én vagyok tényleg. De hogy olyan érdekes az, amikor az ember belecsöppen egy ilyen, neked ez egy, neked is, de neked különösen nagyon nagy volt a szakadék a két világ között, nem? Amit neked ott át kellett abszolút egyik napról a másikra lépni. Annyi volt a szakadék, hogy gyakorlatilag belecsöppentem egy olyan fajta közegbe, amiben egész életemben soha nem éltem, nem tudtam milyen gyakorlatilag. Elég félelmetes volt, és akkor azt mondtam magam, hogy ezt meg kell tanulnom kezelni, viszont ezt egyedül nem tudom. Ez kell segítség. Úgyhogy nem egyedül csináltam végig ezt a történetet, hanem anyum segítségével. Hát ez képtelenség. És gondolj bele, élsz egy kis közösségben, kis községben, ahol nem tudom, 2000 a lakos, s a falunak vagyunk 350 gyerek az intézményben, és igazából ebben éltél, tehát gyakorlatilag így nőttem föl, és akkor belecsöppensz egy olyan világban, ahol csillogás, villogás, mindenki úgy beszél veled, mintha évek óta ismerne, szóval én nem is értem. Még ezt fel kellett dolgozni. Tehát. Hát igen, és ugye olyan, tudod, amikor a búvárokat ledobják a mély tengerbe, akkor sem mondják azt, hogy azonnal menj le, nem tudom, 200 méterre, hanem fokozatosan. Különben keszonbetegséget kapsz. Egyébként igen. És nem? És hát téged rögtön leküldtek a mélyére, mélyre, vagy föl a csúcsra, most attól fogonnan. Hát ez olyan, nekünk nagyon nagy szerencsénk volt azért, hogy tényleg a sajtó, a média csak rólunk szólt. Azért valljuk, a 2003-ban kezdődött ez a műsor, és igazából 10 évvel ezelőtt volt egy Ki mit tud fesztivál. Azóta nem volt. És 10 év után jött egy ilyen műsor. Ja, 10 évvel azelőtt, tehát a Megasztár, ugye az első így van, tehát nem volt, igen. És akkor berobban egy ilyen műsor, ahol azt lehetett látni, hogy az emberek nincsenek az utcákon. Tehát annyira izgalmas. Mindenki ezt nézte. Igen, mindenki. Ezt tényleg ezt igen nézték. Tehát nekünk nagyon nagy szerencsénk volt, és mászlink volt, hogy részesei lehettünk ennek a történetnek, és
Most meg már nem így van. Most megváltoztak a dolgok. Igen, de hát mindig is tudtam azt, hogy az a fajta siker az így csökken. És igazából ez a két köztes dolgot kell megtalálnunk az életben, a zenei életben is, ami ez a dolog legalább működjön. Ne így, hanem így. Aha, tehát, hogy valami középső sávot, ahol lehet funkcionálni. Ezt úgy tudod koordinálni, hogy igazából olyan dolgot csinálsz, ami nem megszokott, de mégis különleges és jó. Igen. Maradandó dolgokat kell csinálni, és nem feltétlenül kell mindig szerepelni, mert attól én nem leszek jobb vagy nagyobb. Én dolgozni szeretek. Igen, tudom, csak az, aki te vagy, meg aki lettél itt a mi szemünkben, hogy így mondjam, az így valahogy megkívánt. Annak van egy ilyen húzása. Tehát, hogy van, amikor nem lehet nem szerepelni egyszerűen, nem? Tehát volt olyan időszak, amikor egyszer menni kellett, csinálni kellett, meg gondolom, de hogy ez úgy... Voltak vonatkozó ilyen szerződések, amit eleget kellett tenni neki. Nem csak a szerződésekre gondolok, hanem arra a belső igényre is, hogy hát itt kíváncsiak rám az emberek. Hát most például van ez az új lemezünk, és itt például menni kell, tehát nyilatkozni kell a lemezről, hogy tudják az emberek, mikor lesz a lemez bemutató. Egyébként nagyon várják, mert nagyon régóta nem fesztiváloztam. Hát csinálom te a meg még egy postát egy a csomó, színházban. Igen. Engem a színház és a sanzonvilág az nagyon-nagyon beszippantott, és most kipróbálok megint egy ilyet 11 év után. Úristen, kimondani is nagyon hosszú. Igen, tudod mi a durva? Még az, hogy a 2003 a Megasztár, az majdnem 20 éve volt. Igen. Az nagyon durva. Igen. Az tényleg. Hogy ugye, és azon gondolkoztam amúgy, hogy mi ismerünk-e téged, szerinted? Csak annyit, amennyit én akarok mutatni. Uh-huh. Aki engem is ismer, az anya, és hát persze a pici bácsi. Uh-huh. Na már kezd megismerni a Födős Anyi is, szerintem. Meg az Esztike is, a felesége. Uh-huh. Úgyhogy nagyon-nagyon keveset mutatok. Ez azért is van, hogy ne sérüljön az ember, igen, tudod? És szerintem a mai világban most már így működnek nagyon sok ember így működik. Ezért valljuk be, hogy egyre nehezebb. Igen, csak van, aki jobban így működik, és van, aki kevésbé, meg van, aki nagyon látványosan működik így. És nekem is az volt mindig rólad a nagyon közvetlen ember vagyok, egy nagy bolond vagyok, egy nagy bohóc vagyok. Ezt mondják, igen, akik ismernek. Igen. Nagyon ritka. Amikor én már nagyon komoly vagyok, akkor megkérdezik tőlem, hogy nyanyos, nyanya, minden rendben van? Jól vagy? Beteg vagy? Egész életemben ezt csinálom. Nekem a legnagyobb kincs, mert mindig kérdezik, hogy mi a legnagyobb kincs számodra, Bolykám. És elmondom, hogy az idő. Az a másodpercek, azok. Képes vagyok felkelni hajnal 4 órakor is, csak hogy jól kihasználjam az időt. Tényleg? És mit csinálsz hajnal 4 órakor? Hát kérek szépen, csinálok szendvicset a páromnak, úgy engedem de el. Kedves vagy, tényleg? Lefőzök egy kávét neki, és úgy engedem el. Mert hajlamos össze-vissza enni, és én ezt nem szeretem, hogyha valaki össze-vissza eszik, mert... És ő neki ilyen kvázi olyan munkája van, normálisabb időbeosztása van, mint mondjuk neked? Tehát ilyen... Én nem tudom, miféle beosztása van, de ezekre szerintem egy normális ember nem kell fel 4:00, 6:00 legalább. Persze, akkor kinek normális, igen. Úgy értettem a normálist, hogy rendszeres munka, rendszeres helyi igen, jelenléttel igen, járó. Igen. Ez azzal jár, hogy nagyon-nagyon korán kell, nincs ideje enni, és amit úgy eszik, az meg nekem nem tetszik, azt nem kéne, mert egészségtelen, meg mit tudom én, és nem. És akkor így gondoskodsz. És akkor így, igen, reggel fölkerek, gyorsan csinálok neki szendvicset, kávét főzök le neki, elrakok neki egy kis kólát, becsomagolom neki, és akkor kikísérem. Szia, jó munkát, majd beszélünk. Kiengedem a kutyáikat, pipi, kaka, elvégez kis, meg szeretgötés, megkérem, hogy foglaljatok helyet, vagy a helyetekre. Mondom, most lepihen a gazditok, ugye leoltom a villanyt, visszamegyek, és visszafekszem. Ha sikerül elaludnom, akkor sikerül, ha nem, akkor megolvasok.
És ez a reggel? Ez a reggel. Igen. Hát utána meg nem bírok fel visszaaludni, akkor meg megfürdök, kiengedem a kis dögöket, adok friss vizet nekik, viszem a kis kosárkámat, elmegyek és vásárolok, és utána főzök. Na ja, meg tanulok. Aha. Hát ezt mindig kell tanulni. Igen. Gyorsan tanulsz? Este szoktam tanulni, mert fogékony vagyok. Este nagyon megmarad. Reggel nem. Ja, és persze nagyon fontos, hogy zaj legyen mindig körülöttem. A csendet nem szeretem. És milyen zaj? Zene, tévé? Minden bármi? Minden mehet, mert ez nálam egy ilyen. Uh-huh. Kell. Nem szeretem a csendet, mert attól megbolondulok. Én legutoljára a Női Posta előadás, színház koncert előadásban láttalak. Nemrég. És ott azért elég sok minden tanulnivaló volt. Tehát azt láttam, hogy ez rengeteg szöveg, igen. Nagyon sokféle szöveg, ugye kortárs költőknek a, főleg kortárs költőknek a szövegei. Igen. Elképesztő zenei élmény is volt. És mindeközben viszed a hátadon úgy az előadást, hogy te járod be, te mozgod be az egész színpadot. Ez nem kemény. Nem egyszerű. Figyelj, hogy ilyen kritikusi szakkifejezéssel élek, lehidaltam attól, hogy mi munka van ebben, és hogy ezt te hogy hozod? Mert hogy ugye... Meg kell először érteni magát, igen, az anyagot, ami nagyon-nagyon érdekes volt, mert körülbelül fél évbe telt, mire megértettem. Aha. A Bíró Kriszta, ő rendezte, és mindig csinált egy ilyen értelmezést, tehát hogy elkezdtük értelmezni a verseket, a hangos leveleket, hogy ez miért szól, uh-huh, így, miért mondja ezt, miért gondolja ezt a költő, vagy az író, és nekem ezekre muszáj tudnom reagálni, muszáj, uh-huh, megértenem, mert ha nem értem, akkor ezáltal nem érti a néző sem. Tehát viszont annyira összpontosítani kell a nézőknek is. Egy pillanatok alatt elfordul, egy-két másodperc, már lemaradsz olyan történésekről. Hát igen, és viszont itt nem fordult el senki, azt figyeltem, hogy az egész nézőtér így mozdulatlanul került bele a katarzisba már rögtön az ellen, és így benne maradtunk mindannyian, mert hogy olyan sok minden rólad is kiderül, az összes kis mozzanat, meg hangsúlyban benne vagy, sokkal jobban, mint amit mi megszoktunk. Ez a sanzon világ. Ez ebben érzem én igazán otthon. De miért? Mi az, amit megnyit benned, amit más műfaj mondjuk nem annyira? Ez egy nagyon nehéz műfaj, zenei. Tehát ez külön tanulni kell. Én nem is tudtam, hogy... Tudtam, hogy van sanzonok. De azt hittem, hogy csak egy. De többféle sanzon is létezik. Emlékszem, amikor Pici bácsival elkezdtünk próbálni, egy fél évig tanított, hogy hogyan is kell sanzont, uh-huh, énekelni. Más a levegővétel, a technika, minden. És emlékszem, hogy a Magyar Hajnihoz kellett elmennem, mert így nem vettem a levegőt, és nem, itt nem rekeszből. Uh-huh. Nagyon-nagyon elengedhetetlen, hogy ez technikailag ezt úgy tud megcsinálni, hogy hát végig tud csinálni, és viszont az a fajta technika, amit a Magyar Hajni tanított, ez egy nagyon jó dolog, jó történet, mert enélkül biztos, hogy nem tudtam volna megcsinálni. Jaj, meg hát oda is kell. Amikor az ember tanulja a dalokat, ezeket a sanzok, akkor vagy kész, amikor már látod magad vizuálisan. Uh-huh. Ott látod magad a színpadon, képeket, mint egy mozifilmek. Tehát kívülről. Igen, uh-huh, de még nem is énekelted el rendesen. De már ott azok a dolgok megjelennek. Na, akkor vagy kész. Ezt szoktam mondani mindig. És te kész vagy? Valaha? Érzed azt, hogy most kész vagyok? Igen. Na. Igen, de még mindig vannak hiányosságok, és folyamatosan tanulni kell. Már a Pici bácsi, a Megasztár első döntő, vagy első válogató, nem tudom, hogy ezt hogy hívták, akkor az első élő adásban is már ezt mondta neked, hogy te sosem leszel profi, amit ugye úgy kellett dekódolni, hogy sosem, tehát hogy te így kész vagy, ebből nem lehet jobbat csinálni. Valahogy így fogalmazott, Pici bácsi, nem te vagy a legszebb nő, aha, nem te tudsz itt a legjobban énekelni, de
veled kötnék egy lemezszerződést. És így is lett. Szóval, hogy ezt mondta. Igen. Na de amikor te ott állsz, mit tudom én, 25 évesen, és ezt hallod Presser Gábortól, akkor mi játszódik le benned? Hát őszintén szólva, hát akkor semmi. Hát, ha lehetek őszinte, mert... Hát, vagy persze, csak az. Hát, mit mondjak? Nem tudom. Tehát nem játszódik be, csak ilyen túlélés, meg hogy egyik fellépés a másik után. Jó, de akkor úgy kérdezem, hogy mikor fogtad föl, hogy mi történik veled? Hú... Szerintem utána, a műsor után. Uh-huh. Amit persze sajnáltam, hogy vége, mert nagyon szerettem egyébként a többi stábtagokat. Egy nagyon jó kis csapat volt, tényleg imádtam őket. Idig alig vártam, hogy elkezdődjön, de... Uh-huh. De akkor emlékszem, hogy akkor hiányzott minden ott, ami ott volt bent a lakásban. Ott a, ja, persze, mert együtt is laktatok. Együtt is laktatok. Igen, igen, volt egy ilyen reality jellege is a dolognak. Igen. Nagyon. Szóval, hogy mikor fogtad föl? Utána, oké, lement a döntő, elkezdtek fellépni, mindenki megismert, mindenki tudta hirtelen, hogy ki az azon. Én mindig is jól kezeltem. Aha. Nálam, én nem... Nekem azt mondják, hogy egy tornateremben kell öltözni, mit kérsz ki terikbe, bikém? Hát, vagy kérek egy vizet, bubis víz legyen, jó sok bubis víz, és egy kis szendvics, és akkor én tökéletes. Hát ez nem valami rock and roll, ne is haragudjál. Hát ez nem. Az van, amit tudnak ajánlani. Tehát nálam nincs olyan, hogy ilyen, most elkezdek itt dorbézolni, hogy ez nincs, az nincs. Hát csak ennyi fél. Fokra hűtött, nem tudom milyen víz. Igen, nekem az elég, igen. Az ennyi elég, és akkor a srácaim is úgy vannak, oké, a srácoknak legyen nekik is szendvics, legyen üdítő, mert ők isznak üdítőt is, az legyen, ennyit kérek, és ennyi. Hogy ti mekkora figyelmet kaptatok ebben az országban, az azért egyszer nyilván csak valamikor megütött. Tehát biztos volt egy olyan, amikor azt mondtad, hogy úristen. Hát engem elrendetten, engem megijesztett ez az egész történet. Nekem kellett egy év, mire ezt fel tudtam dolgozni. Egy teljes év. Aztán mindig is tudtam, hogy hogyan is és milyenféleképpen módon akarom én a karrieremet építeni. Milyen a te viszonyod a pénzzel? Hát nem, a pénz nem motivált soha így a szakmámmal, nem. A munka motivált. De esküszöm, és soha senki nem hiszi el, de én még az amin van, az a kevés is odadom bárkinek, tehát én egy ilyen típusú ember vagyok, tehát engem azt tesz gazdaggá, amit csinálok. Én így élem, és igen, és vannak ennek hátrányai is, mert hát az nem keres annyira jól az ember ebből. A családban fókában. Ha hiszed, ha elmesélek neked egy történetet, sosem sikerült autót vennem, mert sosem volt annyi pénzem. Uh-huh. És azt mondtam, hogy nekem nem is lesz. És volt egy jó akarom, aki vett nekem egy autót. Igen. A pandémia második évében. Igen. Wow. Micsoda jó akaró. És ez a jó akaró egy egyszerű takarító nő. Nem egy milliómos, aki megtehetné, vagy... Hát a legnagyobb emberek azok általában... Semmit nem kért. Tehát én nagyon nehezen fogadok el dolgokat, mert úgy gondolom, hogy valamit valamiért. Tehát ez így mindig így bennem van. De semmi. És azt mondta, hogy igen, a kis angyalkák azért mindig ott vannak, a fejem fölött vigyáznak rám. És kaptam egy autót. Tehát ez is egy nagyon nagyszerű dolog, mert ez elengedhetetlen, mert azért mégis Győrben élek, és azért ingázom, tehát Pest és Győr között. Persze nem nagy távolság, mert igazából, hogyha innen elmegyünk oda, ahová én szeretnék, az kb. 45 perc. És hát ott így, igen. Háztól házig, ahogy elmegyek Sanyához, az 50 perc. Ja, persze, ez világos.
Nem, csak ezen vagyok még leakadva, hogy mind ezek az angyalkák a fejed fölött, vagy így körülötted, hogy neked tényleg igazából anya óta mindig van angyal körülötted. Integetnek. Jaj, ma azt hittem már. Azt hittem, nem valami izgalmasabb. Valami izgalmasabb. Csak a stáb, ne haragudj. Ez csak ott áldom itt. Szóval, hogy mindig volt valami, nem? Siker, az szerintem a munka az, ami téged megformál, amilyenné tesz. Mm. És ezáltal olyan zenészek vesznek körül, és olyan zenészekkel dolgozhatsz, ami még hitelesebbé és maradandó dolgokat tudsz későbbiekben alkotni és csinálni, ami megmarad az emberekben. És ettől lesznek belőlük angyalok, akik vigyáznak rád? Hogy létrehozol bennük valamilyen... Nem. Az én angyalkám az nem ma... Az én angyalkám valahol ott lehet fönt, nem tudom. Ott fönt élhet valahol, és csak akkor mindig vigyáz rám. Mert tényleg, mindig jó emberek vettek. Igen, ezt mondom, hogy mindig volt egy-két ember, aki még a legnagyobb szaron is áthúzott valahogy, nem? Igen. Segített. Meg igen. Ez így, figyelj, egyszer fent, egyszer lent. Én azt gondolom, hogy minden egyes, mindenkinek megvan a saját keresztje, mindenkinek megvan a saját sorsa. Tehát, hogy annyi sok rossz dolog történik mostanában a világban, hogy megmaradni embernek, az nagyon nehéz. Én igyekszem nem stresszelni, mert a stressz az öregíti az embert. Minek stresszelni? Már pedig így 40 fölött. Hát azért már én is ott vagyok már. Tudom, azért már, igen, most van már nem fiatal, ezért vagyok, hanem középkorú. Lehogy is 44 éves vagy, ne idegesítse már, az még nem közép. 6 év múlva, 50. 6 év múlva, szeretném, a lényeg, a hangsúlya 6 év múlva van. Ja. De hogy vagy ezzel az idő dologgal? Abszolút. Engem nem zavar. Ugyanúgy nézel ki, mint ott a Megasztár színpadon szinte. Nem érzem magam annyira. Mennyinek érzed magad? Hát ilyen 25-nek. Akkor kezdődött. 25-nek, mert nagyon sokat edzek egyébként a saját súlyommal. Odafigyelek, hogy mit eszek. Például ez nagyon fontos. Mennyit stresszelsz, mi az, amiért érdemes stresszelni, mi az, amiért nem. Ha stresszelek, akkor én nem alszom, tehát ilyen vagyok. Egyébként is nagyon rossz az alvókám, tehát én nagyon-nagyon keveset alszom. Hallom, 4-kor fölkelsz. Hát persze, és van, amikor vissza se alszok. Azt figyelem, hogy nem érzek benned semmilyen düh, meg mérgességet már. Tehát, hogy ezt így, mert hogy volt egy időben, amikor úgy mindig az volt a benyomásom róla, hogy dühös vagy, de most nem vagy. Nem voltam soha dühös. Vagy mi volt szomorú. Az, amit én... Nagyon szomorú. Én ha dühös vagyok, húha, azt szerintem nagyon ritkán látnak az emberek. Én mindig azt kérem tőlük, hogy ne lássatok soha dühös embernek. Akkor kölkövön nem marad? Hát ott kölkövön senki nem marad, igen. Mi képes így feldühíteni? Nem tudom, ahogy jön, ahogy adja a helyzet az élet. Talán. De mindig igyekszem ezen, tehát, hogy mindig azon szoktam elgondolkodni, hogy vajon érdemes-e nekem ezen idegesnek lenni? Mi lenne, ha leülnék vele és megbeszélnem? És ha nem egyforma a véleményünk, akkor próbáljunk meg valami közös, ami neki is jó, és nekem is jó, és ha ez összejön, akkor összejön, ha nem, akkor nincs miről beszélni. Uh-huh. Tehát már nem stresszelek ezzel. És akkor mi az, ami azt mondtad, hogy nem dühös, szomorú? Szomorú, igen, mert abban az időben elkönyveltek olyan típusú embernek, amilyen nem is vagyok, és egyszer felhívtam anyumat, hogy anyum, ki az az ember, akiről írnak? És teljesen el volt anyom is keseredve, hogy én nem ismertem meg magamat. Én mondom, én nem ez vagyok, anya. És miért van egyik kertestvére? Szerinted miért alakult ez így? Azért alakult ki, mert én egy nagyon-nagyon szókimondó ember vagyok, és ha nagyon-nagyon szigorúan vettem, hogyha egy újságíró nem készül fel például rám, és a hülyeségeket beszél a szájával, akkor azt mondtam, hogy életem, ne fecsireljük egymás munkáját, időnket, én. És akkor ott nagyon felállok is el. Vagy például az, hogy számtalanszor megpróbálták a gondolataikat velem elmondani,
És én azt mondtam, hogy nem, ez így nem lesz jó. Nekem van egy saját véleményem, gondolatom, én azt szeretném elmondani, és ha nem hagyod, akkor szia, hello. Ez nem nagyon volt divat abban az időben, és azt gondolom, ez akkor abban az időben visszaütött, de nem, abszolút nem sajnáltam a dolgot. Figyelj, voltam én már meg is haltam egyszer, már minden hallom, voltam. Igen. Harmadnak feltámadtam. Igen, volt itt öngyilkossági kísérlet, pszichiátria, minden, de ebből semmi nem igaz. Persze. Egyszer mentem a színházba reggel 10, hát ilyen 9:30 körül indultam el, hogy 10-re odaérjek. És anyum felhív, azt mondja, Bogárkám, voltál az újságosnál? Nem én. Nem. Hát akkor menj, mert furcsáltam, hogy mentem a macskaköves úton. Én még akkor Fehérvárot dolgoztam a Vörösmarty Színházban. És akkor ment az Ajda, nem? Igen, meg más-más darab, és hogy próba, és akkor jöttek hozzám emberkék, és mondták, hogy drága édes kicsi bolykám, ne add fel csak úgy az életet, nem szabad, olyan fiatal vagy-e? Nem értettem, hogy mi, és akkor anyumat felhívtam, de nem vette föl, majd visszahívott, és akkor mondja anyum, hogy elhaladtál már ott a színház mellett, egy olyan 80 méterre van egy ilyen újságáros búdi, és akkor azt mondja, és hatalmas nagy izékkel, ekkor nagy izé, ilyen nagy plakáttal ki volt rakva, hogy Olái Bolya, már hogy öngyilkos akart lenni. Jó. Na hát akkor ott leültem, ott a járdaszegé. Ez megrázó volt? Hát az megrázó, igen. Tehát ugye nagyon olyan, megszédültem, forgott körülöttem a világ, és be se tudtam menni a színházba, közöltem Miklóssal, Szugodival, én most így nem, most nekem ez így nem fog menni. Majd a harmadik nap meghaltam, a következő harmadik nap, nem, egy hét múlva meghaltam, és a következő harmadik nap meg föltámadtam. Jézus. ez nagyon, nagyon tönkre tudják tenni az ember életét. Igen, itt most röhögcsélünk ezen, az, de... Itt volt az, amikor azt mondták ezek a fesztivál szervezők, hogy hát ezt ne hívjuk, ez tök problémás ez a csaj, ez megbízhatatlan, hát ez ezzel nem érdemes. És itt folyamatosan mondták le a munkámat, és azért az év, az nagyon nehéz volt nekem. Az a három. És bele is taszított, igen, egy ilyen mély repülésben, nem ott a... Ott volt egy ilyen mély repülés, akkor azt mondtam, hogy akkor most hazaköltözöm Dobra, még akkor még anyom még Dobon élt, és muszáj pihennem, és akkor valami más csinálni, ami teljesen így helyre rak. És akkor elkezdtem a gyerekeket így gitárt oktatni nekik, kis cigány gyerekeknek, és akkor ez ilyen tökre így helyre rakott. Hát mert ott a valóság hirtelen megmutatta magát megint. Igen. Tehát a való valóság. Igen. Ez az a szakma, amiben te dolgozol, hogyha elterjed azt, hogy valaki nehéz, akkor rohadt nehéz ezektől a bélyegektől így lesikálni, és azt mondani, hogy de hát itt vagyok, dolgozni akarok. És arra vagyok kíváncsi, hogy... Az emberek nem hülyék. Tehát akárhol hol járok, akármit csinálok, akárhogyan dolgozom, mindig azt hallom vissza, hogy milyen kellemesen csalódtak bennem, igazán már 44 évesen még mindig ezt kell hallgatnom. Na hát ez és az. És ez a szörnyű, hogy ezt a büdös életben nem fogom tudni levakarni magamról, mert ha leszek 50 éves, és még 60 éves, vagy 70, és akkor még mindig ezt kell hallgatnom, hogy... Lehet. Na hát ez a 70 éves öregasszony, ennyire... jó fej, meg mi nem is gondoltuk nem volna. Folyton ezt kapom például. És erre mi a válaszod? Én már nem mondok semmit rá. Na nézd, látod? Ez itt szoktam játszani. Igen, ide hozlak a Marcibányi térre, ahol én is láttam a női postát. Igen. Mert ma még kell egy fotót csinálnunk így a végén. Az oké neked? Az oké neked. Szeretsz neked fotózkod? Jó? Nem. Én se. Akkor ez jó lesz. Akkor jó. Én se, de itt most muszáj, tudod. Úgy van, manapság annyit fotóznak, hogy minden, nem. Pedig állati fotogén vagy, azért ezt tudod? Mondják, igen. Hát ezt tudod, igen. Tehát meg ez a fazon, amit te így nagyon megtaláltad ezt. És hogy ezt konzekvensen képviseled. Nagyon szeretem a kalapot. Mindig kalap, rúzs, haj, el lehet mögé bújni pont annyira, amennyire szeretnél. Igen. Na. Vagány. Nekünk te voltál az első ilyen
rock and roll, női rock and roll élményünk, aki így a szemünk előtt lett a te történetedből Hollywoodban olyan filmet csinálnának, hogy 10 ujjunkat megnyalnánk utána. Ez de nem ott vagyunk. Nem ott vagyunk, ez való igaz. Nem ott vagyunk, de hogy azért ezt vágod, gondolom. Ezt lehetne szépen, igen. Hogy ezt azért ki lehetne kerekíteni, és kell kerekíteni. Ez így önmagában egy ilyen. Én nagyon szeretem ezt a mai helyzetet. Nehéz, de hát azért vagyunk, hogy minden helyzettel megbirkózunk. Anyom mindig azt szokta volna. A problémák azért vannak, hogy megoldjuk. Vagy így, vagy úgy. Igen. Erősebbé tesznek. Erősebbé. De te erős vagy. Én az, igen. De nekem belőled most itt ülve elképesztő erős sugárzik. Mi nagyon régen találkoztunk utoljára, 15 éve. Igen. Igen, emlékszem, igen. Na látod, ott is megéltem abban az időben is olyan helyzetet, ahol, de nem is akarok így erről, csak egy nagyon-nagyon nuanszít, hogy azért kaptam jobbról, balról, előről, igen. Hátra. Szóval azért... Ez 2011 igen. Volt a... Igen. Amikor de hát ezek erősebb. Magánéletet elvizet dobták a sajtóba. Ezek erősítesznek. Hát gondolom. Tehát, hogy neked már nagyon nem jöhet. Nem? Nem igazán. Abszolút nem. Talán egy háború. Ez annyira ibolyos. De figyelj, de most komolyan. Itt vagyunk 2022-től, és most vagyok jól, és most erre a világ van. Összedől körülötted. Igen. Ezt elhiszed? Igen. Tehát azért, hogy nem jól alszom emiatt, bevallom neked őszintén. Elhiszem, én sem. Mert igyekszem meséket nézni, mert nagyon-nagyon szeretem a meséket, és az ki tud kapcsolni, főzök, bármit megnézek a hűtőben, megtanultam azt, hogy ami van a hűtőben, azt mind fel kell valami jóra használni, nem dobunk ki semmi kaját, érted, ilyen tudatos, és már a kis konzerveket is elkezdtem magamnak vásárolni. Komolyan készülsz a világ. Én nem tudom, hogy lesz-e, de ha, hát biztos, hogy nem fog megállni itt ez a történet. Ugye most mondjuk el, most március eleje van, nem tudom, mire ez adásba kerül, hol lesz ez a történet, de most az biztos, hogy olyan emberek is, akik egyébként nem foglalkoznak a világ azok is foglalkoznak most. Azok is kénytelenek foglalkozni. Igen, ez egy olyan téma, ami mellett egyszerűen nem lehet elmenni. Azt mondd még el a végén, hogy van anya? Anyom tökéletesen. Nagyon sokat dolgozik. Ott hagyta Kecskemétet, nagyon régen. És most mit dolgozik? Ugyanúgy a gyermekvédelmiben. Nagyon sok helyre megy ki, utaz ki, megnézi, hogy mi rendben vannak ezek a fiatal gyerekek, családon belül rendben vannak-e, jól tápláltak-e vagy sem. Tehát elég, nagyon reggel elindul anyom, 5-kor kell, és akkor ilyen este, ilyen 7-8 körül zuhan haza, és még le se feküdt. Tehát még ott. Hát, de jó, kettőtök között minden tök jól van. Ez soha nem változik. Na hát, a pandémia előtt a kollégáink azt pontosan látták, hogy ebből milyen nagy baj lesz. Fake newsnak a terjesztőjé az egy hihetetlen kisebbség. Nagyon-nagyon aktív kisebbség. Nem arról van szó, hogy ők tudatosan akarnak álhíreket terjeszteni, ők őszintén valamilyen okból élve. Látod ezt a kis ikont? Ha erre rákattintasz, nem maradsz le a legfrissebb epizódokról. Csatlakozz a VMN YouTube csatornájához.